Nagyon izgalmas kérdés, mert a hívás, pláne a magyar nyelvben annyi mindent tud jelenteni a különböző formátumokban, és hát óhatatlanul számomra két szó ugrott be a hívásról, az egyik a hivatás, ami persze egy picit már módosított, meg a kihívás és ezeknek a kapcsolata, ami nagyon izgalmas számomra. Hát ugye a hivatása az embernek talán úgy is megfogalmazható, hogy egyfajta életcél, de valahogy mégis úgy érzem, hogy a hivatásban benne van az is, hogy ö, az nem csak egy pályát, az nem csak egy szakmát, ö, nem abban a, az előre menetelt jelenti, hanem azt a hívószót, ami, ami a motivációt adja az életben, és ez nem csak szakmai és, és az életben való, működése szükséges motiváció, hanem talán az emberi fejlődés egyik legfontosabb összetevője. És hát a kihívás, az pedig, hát ugye általában kihívni, általában párbajra szoktak valakit, de ugye a magyar nyelven ez nagyon szépen jelenti azt is, hogy egy olyan típusú nehézség, vagy egy olyan erőfeszítést igénylő tevékenység, ami Azért alapvetően pozitív. Tehát én azt gondolom, hogy a, a kihívás az mindig jelen van az ember életében, akkor, hogyha a hivatását ö, követi, és hát ha nem is történet, de talán azt a pillanatot megpróbáltam megtalálni az életemben, amikor úgy éreztem, hogy a zene a, a nem csak a hegedülés, a zene a számomra egy, egy ö, ö, sokkal fontosabb dolog annál, hogy karrier, tanulás, kihívás hanem tényleg egy hivatás, vagy tényleg a hivatásom. Az pedig gyerekkoromban volt, amikor Isaac Stern, egy, egy fantasztikus amerikai hegedű művésznek a Mendelssohn hegedű versenyét hallgattuk édesapámmal, vele nagyon sok zenét hallgattunk, és az fogalmazódott meg bennem, hogy egészen fantasztikus, ahogy ez az ember kommunikálja a zenét, de én valahogy úgy érzem, hogy nekem muszáj a saját utamat megtalálni ahhoz, hogy ha nem is hasonlót, ha nem is jobbat, de a saját Mendelzon-Hegedű versenyemet tudjam előadni majd egyszer a közönségnek is. Hát erre természetesen az ott a számtalan szoradódott lehetőség, de ez a pillanat valahogy számomra szimbolizálja azt, hogy az ember életében hogy történik meg egy ilyen hívás valami felsőbb felé.